Sors és remény címmel tartott előadást Gazda József erdélyi író a Református Gimnáziumban. A Kovásznán élő író művei nem csak hazánkban ismertek. Monográfiái, úti rajzai a csángokról és más szórványban érő magyarokról szólnak. Most is rólunk szólt az előadás. Mindenképp a magyar sors a kérdés, főleg hát én a 20. századi magyarságról írtam eddig különféle vonatkozásokban, és ez egy örök és kimeríthetetlen téma. Számomra is, azt hiszem valamennyiünk számára is. Ez a sorsom, hogy Erdélyben születtem, ott élek, így én a kisebbségi sorsot viszem a vállamon, és hát talán erre is sor kerül, hogy erről is beszéljek, elmondjak egyet s mást. Általában mi magyarok olyanok vagyunk, hál' Istennek mondom, hogy bennünk van egy bizonyos fajta dac. Ez a dac ellenállásra is késztet. Ha ez a dac nem lenne, akkor talán könnyebben elpusztíthatók lehetnénk, mert ugye közismert dolog, hogy 920 trianoni döntését követő legelső nyilatkozatában a román akkori miniszterelnök azt mondta, hogy a legfőbb céljuk a kisebbségek, illetve a magyarság beolvasztása. És hogy a dac mellett még milyen tulajdonságaink vannak, arról is beszélt Gazda József. Még az is közös tulajdonságunk, sajnos, hogy önmagunk farkasai is vagyunk, úgyhogy van egy erősebb magv, amelyik számára a magyarságunk értéket jelent. Én nem csak erdélyi sorsot élek, tehát engem általában a magyar sors érdekel, emiatt bejártam a kerekvilágot is, több mint 50 ország magyarságát, mit mondjak, egy 5-6%-ot telefonon vagy interneten, de személyesen kerestem fel a legtöbbjüket. 1000-nyi emberrel beszéltem végig a magyar sorsot. Ezekből a beszélgetésekből arra következtetett az író, hogy egy nagyon tehetséges nemzet vagyunk, de hajlamosak az individualizmusra. A világ minden táján szeretettel fogadnak bennünket.